A 2000-es évek elején ugye a sorkatonai szolgálat a fiataloknak, ez már csak biztos így egy ilyen mesékben létező dolog, hogy annak idején megszüntetésre került, az nem véletlenül történt, hogy a társadalomnak egy jó része az úgy gondolta, hogy nincsen szükség már olyan fiatalokra, olyan katonákra, akik ezt teljesítik, mert hogy nincs szükség a haza védelmére. De hát itt vagyunk 2022-ben, és látjuk, hogy a közvetlen veszély itt van a szomszédban. Tehát mindenkibe próbáljuk erősíteni azt a tudatot, azt a gondolatot, hogy igenis fontos. A katonai sorozás 2004-ben megszűnt, azt követően pedig rövid idő alatt drasztikusan lecsökkent a magyar honvédség létszáma. Erről beszélt csütörtökön tartott előadásában Bánki Filip, a Honvédelmi Minisztérium főosztály vezetője Nyíregyházán. A tárca néhány évvel ezelőtt azt tűzte ki célul, hogy nem kötelező, hanem önkéntes alapon teszi újra népszerűvé a katonai pályát, ezt pedig elsősorban a fiatalok bevonzásával szeretnék elérni. Az életpálya minden szegmensére próbálunk koncentrálni. Most, ami kifejezetten a mi számunkra nagyon fontos, ugye a fiataloknak a bevonzása a haderőbe, a honvédelmi nevelést céloztuk meg, mint egyik elsődleges prioritást, mert hogy belőlük lesznek később a katonák, illetve azok az állampolgárok, akik ha nem is katonák lesznek, de tisztában vannak a honvédelmének fontosságával, illetve átérzik azt a társadalmi felelősséget, ami szerintünk egyébként mindenkiben benne kell, hogy legyen, de erre meg kell tanítani a fiatalokat. Az alezredes elmondta, az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, egyre több fiatal érdeklődését kelti fel a katonai pálya. Ebben szerepe van többek között a Honvéd Kadét programnak is, amihez Szabolcs-Szatmár-Berek megyében már 8 középiskola és 267 középiskolás diák csatlakozott. Egyre jobban érdekli a fiatalokat, sikkes katonai dolgokkal foglalkozni, honvédségi dolgokkal foglalkozni. Nagyon jó példa erre a Honvéd Kadét programunk, amely a tavalyi évhez képest is 54%-as eredményt, illetve növekedést tudott felmutatni. Jelenleg 7109 kadétunk van, honvéd kadétunk, akikből remélhetőleg majdan a honvédséghez közel álló személyek lesznek, vagy katonák lesznek belőlük, vagy honvédségi alkalmazottak, vagy azok az állampolgárok, akik fontosnak tartják a haza védelmét, és a haza szeretet bennük megmarad. Bánki Filip hangsúlyozta, a Honvéd Kadét programban résztvevő középiskolások akár havi 58.000 forintos tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetnek, a felső oktatásban tanulók pedig egy meghatározott rendszerben akár 200.000 forintot is kaphatnak havonta, ha vállalják, hogy oklevelük átvétele után a honvédségben teljesítenek szolgálatot.